Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás február 1-én. Mielőtt kezdeném ezt a jóslást, szeretném megemlíteni a havi hírlapot. Ez mindig hónap végén jelenik meg, ingyenes. Minden hónapban van egy bizonyos téma, azon kívül egy asztrológiai előrejelzés, azon kívül egy angyal, aki a hónap felett uralkodik. Minden hírlapnál van egy kedvezmény, tehát van előny részetekre. Megrendelhetitek a következő az e-mail címem newsletter@denderasuzannamedici.com. Amire még felhívnám a figyelmeteket, tegnap feltöltöttem egy videót. Gyere hozzám! Ez egy zenei videó, a férjem komponálta a zenét, ő játszik rajta. Ez nem csak a zene hatása, hanem egy magas frekvencia, tehát van energiai hatása is. És most a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megnézzük most ezeknél a kártyáknál. Az ő gondolatait ez a torony mutatja. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, de a torony jelképezi azt is, ha ő fogva érzi magát, és keres egy kiutat. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Itt ezen a képen a 9-es szám korlátozásokra utal. Vagy van valaki a háttérben, aki uralkodik felette, és nem tudja, hogy védje magát, vagy vannak félelmei, és keres egy kiutat, egy lehetőséget, egy megoldást. Szorongva érzi magát. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a hölgy mutatja az ő tartását, az ő érzelmeit. A harmadik kérdés az lenne, hogy mit közöl veletek? Ezen a képen láthatóak az érmék, és az utal az ő anyagi helyzetére, amit neki most rendbe kell tennie. Mutatja a munkát is, ugyanúgy, mint ez a férfi a képen, aki szorgalmasan dolgozik. Sok a munkája. Ezt fogja közölni. Amit viszont nem vesz észre, a háttérben ez az ablak utal a szabadidőre. Kellene, hogy találkozzatok, hogy együtt töltsétek ezt a szabadidőt. Én úgy mondanám, hogy neki problémája van valakivel, most keres egy kiutat, és mivel nincs lehetőség jelen pillanatban, ezért inkább a munkájával foglalkozik, így eltereli ezzel a figyelmét. Pedig az lenne jó, ha ő most magával foglalkozna, vagy veletek, és élveznétek ezt a szabadidőt, hogy kipihenje magát, és legyen ez a nyugalom. Az érmék jelentik a belső értékeket is, ő dolgozik magán, vagy a párkapcsolaton, mert ez értékes számára. Az érmék a föld elemével vannak összeköttetésben, és az mutatja a reális dolgokat, ezen is dolgozik. Most megtekintjük a napi kártyát. Ezen a képen látható ez a kasza, és elvág valamit. Vagy lezárja a múltját, vagy lesz egy munkahelyi változás. Amennyiben nős, akkor előfordulhat az is, hogy válásra kerül a sor.
És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!